1-0-ra legyőzte szombaton a Mezőkövesdet a kecskeméti TE hazai pályán. Ezzel az új szezonban első győzelmét szerezte meg az élvonalban, és három forduló után továbbra is veretlen. Az 1719 néző előtt játszott mérkőzés 13. percében született meg a szezon első gólja a Széktói stadionban, és ennek a kecskeméti szurkolók örülhettek. Nagy Krisztián szenzációs indítása után Katona szemfülesen csúsztatott a kapuba. A 27. percben hatalmas egyenlítési lehetőséghez jutottak a matyóföldiek, Szalai lökte fel Drazsicsot a 16-oson belül, de a megítélt büntetőt Varga kivédte. Küzdeni tudásból és lelkesedésből megint jelesre vizsgáztunk, jó csapatot győztünk le, értékelt a találkozó után Szabó István, a KTF vezetőedzője. A lila-fehérek több mint 7 év után nyertek ismét a magyar élvonalban.